Major Enő polgármester ismertette, milyen munkát végeztek el az elmúlt 5 évben, és mindezt hogyan finanszírozta az önkormányzat. Az egészségcentrum felújítására, kibővítésére és a Viczai faluház építésére megvan a forrás. Már csak a kivitelezés van hátra. Igen, hát a korábbi adásokban rögzítettük, illetve beszéltünk az elmúlt 5 év eredményeiről, ami tulajdonképpen egy kötelessége, talán úgy gondolom az önkormányzatnak, a legköszönő önkormányzatnak, és hát a megvalósult dolgokról történt, illetve már a félkész dolgokról is az elmúlt adásban ejtettünk néhány szót. Azt gondolom, hogy a félkész, tehát már tervben és anyagiakban is rendelkezésre álló keretek vonatkoznak azokra a dolgokra, amelyek a következő évnek az idejét, akár hivatali oldalról, akár munkavállalói oldalról is lekötik itt a településen, városunkban. Ezek ugye voltak az egészségház és a Viczai faluháznak a felépítése, illetve közben becsúsztattunk egy kis apróságot, volt egészségház, ami az üzletház volt az utolsó funkcióként a gyógyszertár melletti épületnek a felújítása, ami városképi szempontból sem mellékes, másrészt pedig ilyen módon nem hasznosítható, tehát ha elkészül és felújítjuk, akkor üzletházként szeretnénk majd hasznosítani. Most ezek a következő év feladatai, amellett természetesen, hogy az utakra vonatkozó infrastruktúrális létesítményként a Vörösmarty utcát jelöltük meg a jövő év fejlesztési irányának, illetve mindenképpen végrehajtandó feladatnak. Ezen felül természetesen tervezünk még utcákat, amelyekre már a térkövet ugye meg is vásároltuk, tehát az idejében már ez raktáron van, hogy úgy mondjam, tehát megérkezett, és majd ezt már az új testület fogja eldönteni, hogy melyek utcák következnek azon 7 utca után, amelyet eddig teljesítettünk. Ugye Belleden mintegy 30-32 utca van, amelyet fel kell újítani, illetve új járdát kell építeni, tehát járda vonatkozásban, illetve egy olyan utca van, az Ifjúság utca, ahol még eddig nem készült járda. Azt gondolom, hogy a következő 5 éves ciklusban is legalább 5-6-7 utca el tud készülni ilyen tervezéssel, ilyen ütemezéssel, ahogy innen most ebből a helyből látszik. Tehát az anyagi forrásokat, illetve a lehetőségeket tekintve. Ugye most nézzük akár itt a városon áthúzódó egyik nagyon fontos közlekedési utat, ez a Rákóczi utca, és ennek van egy szakasza, az, ami éppen az ipari terület fele van. Jól láthatóan ott azért vannak hibák, ugye ez közútkezelői ez az útszakasz. Igen, igen. De itt az önkormányzat azért tud valamilyen módon segíteni, hogy ez az út megújuljon, már szükség van, főleg azon a részen. Tehát a Rákóczi útnak a Rába hídtól a nyugati irányban a Wideman Kft., illetve az Urgenopet Kft.-ig haladóan ugye megépült a kerékpárút, és a kerékpár ugye oly módon épült meg, hogy tulajdonképpen a meglevő útfelület lett szélesítve. Sajnos ugye ezt is erről is már beszéltünk, hogy amikor a kerékpárút készült és a kerékpárút alapját kiszedtük, akkor látszott, hogy a meglevő útnak sincs alapja, tehát az egész nem lesz egy tartós anélkül, hogy maga az egész útfelület ne kapjon egy komplett burkolatot. Ez irányban ugye eljártunk a KHT közlekedési hatóságnál, aki az útkezelője, tulajdonosa és kezelője, de sajnos anyagi forrásra hivatkozva a tavalyi évben ez nem tudott megvalósulni. Képviselő úrral, tehát osztályos képviselő Gyopár Salpáról beszéltem a kérdésről, és úgy néz ki, hogy a legkritikusabb részre, tehát a vasúttól a nyugati irányban a 86-11-es út kereszteződéséig, úgy néz ki, hogy a következő évben, ha nem, akkor azt követően, de remélem, hogy akár a következő évben is erre forrás fog kerülni, és tulajdonképpen ez a elkészült kerékpárút és az egész útburkolat akkor lesz egységes, és szép, és jól használható. A belvárosi szakasza a Rákóczi utcának, ami egy 2 kilométer hosszú, nyilván ez is, hogy úgy mondjam, hagy maga után kívánnivalót, de ez egy akkora szakasz, és az egész beruházás több 100 millió forintos nagyságrendet jelentene, mert nyilván a két szegély, tehát a kerékpárút feleli szegélyt, meg a másik oldalon a hídbejárókat is szegéllyel meg kellene csinálni, tehát ez nem tudom, hogy erre mikor kerül forrás. Szó volt róla,
néhány éve beszéltünk arról, hogy a 7 éves tervükben szerepel, de ahogy tudjuk, a magyar közutak főleg, és akkor ezen belül, hogy nem Győr megyében eléggé rossz minőségben vannak, nagyon sok helyen kell forrást találni, forrást keríteni. Bízom benne, hogy ez is előbb-utóbb sorra kerül. Azt gondolom, hogy ezért mindent majd meg fog tenni, és bízom benne, hogy tényleg előbb-utóbb ide ér majd a fejlesztés is. Azt látni kell, hogy nem ez a legrosszabb, tehát ennél sokkal rosszabb utak vannak, és azt gondolom, hogy egyrésztről ez dönti el a fejlesztési irányokat, illetve az útjavítási irányokat, illetve a forgalom nagysága, hol melyik út, mekkora forgalmat kell, hogy elvigyen. Ebben elég óvatosan nyilatkoznak a településvezetők, ezt tapasztalom itt a Rába közben. Nem ígérgetnek túlságosan, mert valószínű tudják, hogy mi a reális helyzet. Ezt akár a szomszédvárba, kapuvárba is hallani, hogy itt azért óvatosan kell fogalmazni, mert éppen a finanszírozása komoly forrásokat igényel egy ilyen útszakasznak a felújítása. Igen, annál is inkább, mert ugye, ha már egy ilyen útszakaszt tekintünk, akkor komplexen kell a helyzetet tekinteni, vízelvezetéssel, parkolási megoldással, tehát ezt így együtt kell tekinteni, és így tényleg nem csak egy szönyegezésről beszélünk, hanem egy szönyegezés bekerülés összegének akár a duplája is lehet, mire a járulékos költségek, és minden úgy néz ki, ahogy egy ilyen felújítás után egy útnak úgymond ki kell néznie, és jelen pillanatban, ahogy a megvalósítások meg szoktak történni. Nem egyszerű dolog, hiszen például gondolunk egy zebra kiépítésére, amit ugyancsak szeretnének megvalósítani itt az ABC és a gyógyszertárnál. Ez ugye a beledélyeknek nagyon fontos lenne, ez folyamatosan napirenden van. Például ez ügyben mi a helyzet, polgármester úr? Igen, hát mint egy 2 éve, de még annál régebb időben is kerestük a tervezőt, és elkezdődött a tervezése a zebrának, és az egészet úgy szerettük volna, és ezt továbbra sem tettünk le róla, hogy a Rákóczi út mellett a járda, és illetve parkolókat alakítunk ki, az árkokat lefedvén. És ezzel együtt pedig a zebra is ugye kialakításra kerül, ami az ABC és a gyógyszertár között jelentene megbízható, illetve biztonságos, gyalogos kapcsolatot. Csak sajnos ott van egy régóta ott levő buszmegálló. Jelen pillanatban a kerékpár útra szállnak lefel az emberek, és mivel régen így készült, így ez most működhet, de hogyha a kerék, illetve a buszmegállót át akarnám helyezni, akkor már egy új jelen pillanatban megfelelő előírásra megfelelően kell kialakítani a buszmegállót, amelyre ott a közelben nem könnyű a térmértéket megtalálni. Tehát azt a fajta helyigényt, hogy ami egy buszmegállónak megfelel, kevés ház elé tudom elhelyezni, olyan annak a problémának az elkerülése figyelembe véve, hogy a házak bejáratába ne tegyen bele a buszmegállót, mint ahogy már korábban sajnos van a településen, rá viccai település részem példa. Tehát nem könnyű, és egyelőre talán úgy fogalmazhatok, hogy a tervezőnek beletört a bicskája, úgyhogy keressük a megoldást, de egyelőre még ezt nem sikerült megtalálni. Beszélgetésünkben az elmúlt időszakban többször beszélgettünk a kastélyról is. Ez ugye itt van a város központjában, egy nagyon szép épület, kerítését közben már nagyon szépen felújították, a tetőszerkezete is megújult az épületnek. Konkrét elképzelése van a városvezetésnek erről? Igen, hát amikor én kezdtem a regnálásom, és abban az időben úgy örököltem meg a kastélyra való elképzelés, hogy idősek otthona. Na, ez sehogy sem fért úgy az én elképzelésembe, meg hát a képviselők is aztán ekképp nyilatkoztak, és hát az új funkció viszont egyre inkább sürgetővé válna egy olyan közfunkció, amely a kulturális és szórakoztató és múzeum kialakítását jelenteni, hogy a város számára, és ezt a épületet, a meglevő személyzet, tehát az ifjúsági házban meglevő személyzet ugyanúgy tudná üzemeltetni, hát tulajdonképpen plusz munkaerőt sem igényelne, úgyhogy nem jelentene ilyen szempontból plusz anyagi forrást a város számára. Hogy konkrétabb legyek, és ezt többször kérdezték, imént is, vagyis hát nem túl régen volt egy lakossági fórumon, rákérdeztek, hogy mikor lesz kultúrház Beleden. Nos, hát kultúrház, amikor itt a kastély, akkor úgy gondolom, hogy a kastélyban kialakítható. A kultúrháznak az a része,
illetve az a funkciója, hogy egy 300 főt legalább egy egységes egyteremben le tudjunk ültetni, és akár egy bármilyen rendezvény, egy színházi előadás, vagy egy városi rendezvény, vagy akár zenei előadást is meg tudjanak tartani, vagy akár egy bált, vagy bálok rendezését, vagy rendezvény, vagy lakodalom rendezését is akár, tehát mindenféle ilyen dologra alkalmas lenne, és az a kastély kiválóan alkalmas, tehát hely térmértékben megfelel olyan módon, hogy az első három termet, ami ugye korábban az iskola miatt termekre lett úgymond osztva, az egyben nyitható, és utcafronton az egy szép nagy terem egyben lenne díszteremként, rendezvényteremként, házasságkötőteremként, erről már azt hiszem korábban beszéltem, és azt gondolom, hogy ez a következő időszaknak egy fontos feladata lesz, mivel hogy lassan végigérünk a középleteink felújításán, korszerűsítésén, megújításán, marad tulajdonképpen a kultúrotthon vagy ifjúsági ház, amit még fel kell újítanunk, arra is egyébként van elképzelés, és marad a kastély, van a kastély, ami nagy falat, de remélem, hogy akár állami, akár uniós forrást, de a következő időszakban ezt meg tudjuk találni, és akkor elkészül, és azt gondolom, hogy nem csak egy szép épület, hanem egy hasznos épület is lesz itt a város közepén. Mennyire tartja életszerűnek azt, amikor egy polgármester nyomon követi a különböző intézmények felújítását elejétől a végéig, ott van, figyelemmel kísér, akár naponta megnézi, hogy mi a helyzet. Tehát egy ilyen korrekt kivitelezésnél ott van folyamatosan a városvezető, és nyomon követi az eseményeket. Hát azt gondolom, hogy ez a mai helyzetben ez feltétlenül szükséges, ugyanis a kivitelezők között nem tudunk válogatni. Tehát nagyon más a helyzet a kivitelezők tekintetében, mint 5 éve, vagy akár 10 éve. Manapság úgy kell tényleg erősen vadászni, pláne a jó minőségű kivitelezőket, és még az sem biztos, hogy akkor az ember a minőséget kapja. Tehát ha én nem vagyok ott, és naponta, és még időben nem teszek észrevételt az irányban, hogy én ezt máshogy szeretném, akkor elképzelhet, hogy nem azt a minőséget kapom, hosszú távon nem az születik, amit elvárunk, és sajnos még azt sem mondhatom utólag már, hogy ez így nem így kellett volna, mert legközelebb, legfeljebb nem tudunk szerződést kötni, és nem lesz, aki az adott munkát elvégezze. Tehát a jó kapcsolat szempontjából tényleg egy ilyen korrekt napi szintű odafigyelés, napi szintű javítások, illetve megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy aztán tényleg mindenki mindenkor korrektül megbeszélve dolgokat, a minőséget is megkapjuk, meg a másik fél sem legyen elégedetlen, illetve ne azt mondja, hogy ezt nem most kellett volna mondani, ezt miért nem korábban jelezted, hanem a problémákat időben jelezve tényleg így tud kijönni az igazán megfelelés és kiváló eredmény. Ilyenkor akár napi szinten is, operatívan is bele tud szólni a polgármester a munka folyamatában? Mit tapasztal? Tehát ha éppen előjön valami, és gyorsan kell reagálni, és ahhoz éppen a városvezető kell, hogy akár egy telefon fel tudjon emelni, vagy gyorsan kicsit más irányba tudja, segítséget tudjon kérni. Igen, hát legegyszerűbb történet, és azt szoktam mondani, hogy nem kell más, sokszor csak a józan paraszt ész. Tehát aki végzett már építkezéseket, akár otthon, családja körül, vagy családi házat, vagy a rokonságba épített, tehát akkor mindenki látott már különböző mestermunkákat, van elképzelése. Most jó magam is mondhatom azt, hogy már néhány telet megértem, és néhány munkán túl vagyok, és ilyen vonatkozásban nem csak elképzelésem van, hanem akár jó magam is tevékeny részesei voltam bizonyos folyamatoknak. És ha látok olyat, amit úgymond közbe kell vatkozni, akkor természetesen nem durván és önfejűen, hanem megbeszélve akár a művezetővel, akár a műszaki ellenőrrel, amit én észreveszek, hogy én ezt hogy látom, hogy gondolom, hogy lehetne ezt esetleg máshogy csinálni, és tényleg amikor van alapja a dolognak, és egymást megtámogatjuk ezekkel a szakmai érvekkel is, meg az elvárásokkal, és akkor itt tud kijönni, és itt tudunk a kivitelező felé fellépni, és így közösen kihozni az eredményt.
Mit tehet és mennyi mozgástere van egy polgármesternek akár a beled érdekébe végzett tevékenységért? Ugye ez nagyon sok szereplős, tehát önnek azért sok mindenkivel kapcsolatot kell tartani ahhoz, hogy működjenek a dolgok, a város éljen, fejlődjön. Mit tehet ezért? Hát ez sokrétű. Ez január 1-től december 31-ig tart, aztán mondhatnám azt, hogy hétfőtől vasárnap estig tart, mondhatnám azt, hogy reggeltől estig, tehát tényleg a nap minden órájában, az év minden napján ott kell lenni, és mindig különböző szereplőkkel beszélünk. Ugye imént szó volt a kivitelezésről, a kivitelezőkkel. De nyilván a kivitelezéseket megelőzi a tervezés. Amikor a tervezőkkel és a tervezést tervezőkkel beszélünk, és a tervezés közben az érdekeltekkel egyeztetünk, egyeztet a polgármester, egyeztetnek a kivitelezők is akár, meg akár a tervező, tehát ez a hármas összeülés van, és így jön ki, meg a hatóságok, bocsánat, még azt hozzá kell vonni egyes építkezés, de nyilván a hatóságok előírásai azok, amelyek befolyásolják, így születnek meg a tervek és a kész döntések. Azt megelőzően, tehát beszéltünk a kivitelezésről, beszéltünk a tervezésről, és az előkészítés, hogy hol a pénz. Tehát a pénzt meg honnan kerítjük elő. Ugye hát egyrésztről beszéltünk, és ez már ismétlés lenne, hogy a központi források, tehát az állami források, az állam által diszponált uniós források, amelyek szintén ugye voltak az uniós, illetve jelen pillanatban a Magyar Falvak programból redő források következőben. Igazából nem tudom, hogy még majd mik jönnek, bízom benne, hogy az uniós lehetőségek még majd újólag is lesznek, és hát az állami források tekintetében akár, hogyha beszélünk itt az állami útfelújításról, amit szintén erősen lobbizni kell ebben az irányban, ezek fontosak, és ezek fontos részét képezik a polgármester tevékenységének. Itt gondolom politikai szereplőkkel való tárgyalások, akár a megyei szinten, országos szinten, tehát azért kell a városvezetőnek mozognia elég rendesen. Igen, így van, és úgy gondolom, tehát én az elmúlt időszakban, sőt, mondhatom azt, hogy hivatalba lépésem után rövid időn belül sikerült olyan kapcsolatot kialakítanom, akár a közvetlen vezetőinkkel, országgyűlési képviselőre gondolok, megyei vezetőkre gondolok, hogy megtaláltuk a megfelelő hangot, és azt mondhatom, hogy érkeztek a források városunkban, amelyeket jól is sikerült elkölteni, és azt gondolom, hogy az, hogy ezeket a forrásokat jól költöttük el, és ezt látják a vezetőink, ez megfelelő biztosítékot ad arra, hogy látják, hogy az ide irányított pénz az jó helyre került, jól került felhasználásra, és ez alap arra, hogy jövőben is a céljainkhoz tudjunk majd forrást kapni. És még egy kérdés, a legfontosabb az állampolgároknak a véleménye, illetve az, hogy ők hogy érzik magukat a településen. Én úgy tudom, hogy azért ön szívesen beszélget beledélkkel a lehetőség szerint, akár itt az utcán, vagy ahol találkozik, önt meg lehet keresni hivatalba, de akár hogyha ott jár éppen egy intézmény átépítésének, kialakításának, ott is nyugodtan idézőbe el lehet kapni a polgármestert. Igen, hát szinte folyamatos fogadóra van, mondhatom ezt. Tehát ha boltba megyek, ha az utcán megyek, ha intézménybe megyek, bárhol, bármikor, akár a dolgozóink, tehát az intézmény hozzánk tartozó dolgozói jönnek problémákkal, vagy merül fel valami, akár általános állampolgári probléma merül fel, azt mind meg tudjuk beszélni. Ez most egy kicsit aktívabb itt a választások időszakában, de mondhatom azt, hogy ez máskor is jönnek az emberek, vannak készrevételeik, és nyilván vagy tudok rá válaszolni, vagy később ígérem a választ, vagy elirányítom valamelyik apparátusi kollégához, tehát a szakemberhez itt a önkormányzaton belül, de semmiképpen nem mondom azt, hogy ez engem nem érdekel, tehát tulajdonképpen partner vagyok benne, természetesen nem ígérem, mert nem ígérek felelőtlenül. Azt szoktam mondani, hogy 200 ilyen probléma van, és sorba megyünk, tényleg, és sajnos egyébként ezek néha olyan apróságok is, amelyeket sokszor a polgárnak kellene inkább megoldani. Erre is szoktam utalni, hogy hát azt is meg lehet ám, hogy összefogtok ketten, és a szomszédban megoldjátok.
mint hogy mindent az önkormányzatra várni, tehát ez is néha egy válasz, és azt gondolom, ez is helyén való válasz, mert tényleg fontos az is, hogy a lakók is magukénak érezzék a várost, és tényleg azt az apróságot, ami nem kerül sokba, azt ő maguk is megtegyék, és ezeket az észrevételeket, hogy mondjam, saját maguk elhárítsák és megoldják. Összességében akkor legfontosabb érdek az, hogy Beled város fejlődjön, és egy új irányt vegyen. Tehát ezt szemed kell tartani minden szereplőnek. Így van, és visszatérve még az előző kérdésben is, hogy milyen a hangulat, hát úgy látom egyébként, hogy a lakók értékelik, érzékelik azt, hogy mi készült itt az elmúlt 5 évben, tehát hogy elindultunk egy fejlődés irányában, ami elkészült, az szép, ami elkészült, az funkcionálisan használható, jól működik, és mindannyiunk megelégedésére szolgál, és ez biztató alapot adhat a jövőre tekintve is, hogy ez így fog készülni, és az önkormányzat azt gondolom, hogy példát mutat akár csak a közterületek fenntartásában és rendbetételében is, és ez a példa, ez kell, hogy átragadjon a lakosság számára is, és így együtt tudjuk ilyen apróságokon keresztül is olyan élhetővé és szépé tenni városunkat, amely aztán azt gondolom, hogy mindannyiunknak a megelégedésére és a jó közérzetére szolgál. Köszönöm, polgármester úr. Köszönöm szépen.